kirakatta, leginkább itt, hogy befeledjétek a feliratokat, nem azokat az ítéleteket oda tegyétek, viszont itt ugye az ügyintézők látják, ha befele fordítotok nekik bármit, ami nekik szól leginkább olyanokat, azaz a vallomás szabaddá tesz, remélem sok ügyintéző fogja alkalmazni a vallomás szabaddá tesz, és itt is elfogadom egy kicsit majd az ajtóval, mert szállatban begyújulni. Úgy bizony! Az emberek rúgba esnek, amikor ezt meglátják. Igen, akár van, hogy mondja a vallomás szabad, de ezt nincs te plakátunk? Akkor hozol, jó, mert van ott egy rakásplakát, légy szíves. Marika mindjárt hoz plakátokat, úgyhogy itt most egy kicsit kifújjuk magunkat, de egyébként is ráérünk, mert az egész napunkban meddig vagyunk ma. Ugye úgy tudom, hogy az UTI pedig 15-kor zár, ez 15-30-kor a bank pedig, vagy az UTI pedig 16 órakor fog bezárni. És akkor az lesz csak, hogy megkönnyítjük, hogy jöjjön be. Jól fogjuk magunkat érezni. Ha kell óló, van nálam egy óló. Megint ott lesz a megkönnyítjük, jöjjön be hozzánk. Így van, megkönnyítjük, jöjjön be hozzánk. Ez nagyszerű, megkönnyítjük. Hát ezt elcsesztétek, ezeknek a lapisoknak csak a házunk kellett volna. Hát ezt mondhatjuk úgyis, hogy megszívtátok így veszélyesen, mert egy darabházat nem fogtok megkapni. Inkább lövünk. Hát azt kellene most már észrevenni, hogy itt már olyan elszántak az emberek, hogy előhúzzák a srukkát, hogyha még egyszer valaki nekik akar esni. Mostok! Bizony van, akinek a kés is megteszi. Így van, egyre jönnek a szerszámok, a csákány, a kés, a kasza. Kapa.
karika volt, viszont képzeljétek el, mit történt Netával. Találkeztem itt Netánk, az mára beidézték a rendőrségre, mert hogy nem tetszett nekik a plakát, amit kitett valahogy a tankokra, ugye ő is kitette a ne legyen szükség újabb robbantásra a plakátot, és azt gondolják, hogy azt mondják neki, hogy ő, hogy ebben az emberekben ő félelmet keltett, úgyhogy ellene is elindult ugyanaz az eljárás, ami én ellenem. Hát nyilván ezt majd meglátjuk, ez egy teljesen nevetséges dolog, valószínű, hogy a rendőri vezetők be vannak szarva, ezek a mocskos bankár barát politikusok irányítják őket, de hát ezzel fel kell lépnünk és nem kell hagynunk, mert a következő majd ki lesz, akit majd megpróbálnak levadászni, ezt azért nem hagyjuk, úgyhogy Tecáért is kiállunk. Én azt fogom javasolni a Tecának, hogy ugye ma bemegy a rendőrségre, ne tegyen ballomást, és jövő hét pénteken a rendőrség elé is elmegyünk, ha már ott leszünk Zalaegerszegen, hogy akkor mégis mit képzelnek magukról, ilyen fasságokért, nehogy már forradalmát majd elkezdjenek megzállni. Tehát szó nem lehet róla, úgyhogy megyünk a rendőrség elé is, de majd mindjárt mondom is neki, hogy jelentse be oda is a tüntetést. És egybe fölnyomni. Itt hallod, akkor itt nem nagyon nyílik ki. Tehát az, hogyha ide gyere egész mellé, és itt van a nagyon kemény ez a ragasztó. Elviszem. Itt a dolog. Jó.
Lehetünk is egyébként kigyakorlatilag. Nem vagyunk olyan sokan, úgyhogy kocsikkal fogunk lemenni. Mindenfélek valahol? De, persze, azt hiszem nagyon fontos lenni, mert fontos, hogy jobban a jövőt, hogy kocsikkal kell. Persze, megint a bejelzést, akkor én is pont megkeresném. Figyelj, ott van, mindenki. Hagyjuk, hogy nem ez eljessen, meg a több időnk van. Szerintem szorakodik a biztonsági őrzet. Persze, gyerekek. De most senki nem mozdul vele. Laci, majd én is szeretnék itt ezt jönni. Jó. Jó, marad. Ez így el van. El lesz. Na, akkor... Nem? Te beszélünk, hogy még egy kis kösöket. Na! Ezt is látom. Hát akkor a papapapánk! Az teljesen meg van zakkalva. Kitettük, hogy csak, kitettük az ítéleteket. És akkor Zsuzsi egy picit szeretnél ezt szólni? Na figyelem, papapapam, a Zsuzsinak itt van nálatok hitele, illetve csak hiszitek, és egy pár szót erről fog most mondani. Igen, én közvetetten a Rafitól vettem fel 35 millió forintot, ami valójában csak 33.250, mert 1.750.000 felszámítottak szerződéskötési díjért. Én nem szoktam az ügyfeleimmel, ügyfeleimtől pénzt kérni, hogyha szerződést kötök velük. 5 év alatt kifizettem 27,7 millió forintot, próbáltam most velük megegyezést, még felajánlottam 20 millió forintot, nem, elutasították, 55-öt kérnek, úgyhogy most üzenem, hogy nem hogy 20 milliót, hanem egy forintot sem fognak többet kapni. Igen! Egy forintot sem a papapapamnak, hogy elveszük az ingatlanaitokat, mert minket nem érdekel a pénzetek, csak a házatok. Többek között ez is úgy, ahogy van, tehát szar az ajtótok, tehát az úgy tűnik, hogy nem működik. Úgyhogy már le is vonunk belőle, mondjuk 20 milliót, mert az ajtó nem működik jól. Jó, és akkor itt melyiket énekeljük, mert annyi dalunk van. Börtön, itt is a börtön az, amit szeretnétek, úgyis itt van az ajtó, és akkor jól hallják.